Köszöntöm Önöket! Terjed az influenza, több európai országhoz hasonlóan már itthon is járvány van. A legtöbb megbetegedés a fiatal felnőtt korosztályt érinti, tehát a 15-34 éveseket. A területi eloszlást tekintve pedig a fővárosban és Pest megyében volt nagyon sok megbetegedés. Vendégünk dr. Gercsek Márta, kerületi tiszti főorvos. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Na hát itt a 12. kerületben mit mondhatunk, mennyivel emelkedett meg arányaiban az elmúlt hétben, hetekben a megbetegedések száma? Lényegesen nem tér el az országos adatoktól, az itteni megbetegedések száma sem, illetve a jelentések ezt tükrözik. Miután Budapesten és Pest megyében az országban mondhatjuk azt, hogy lényegesen több a megbetegedés, mint az országban, ezért feltételezhető, hogy itt a kerületünkben is nagyobb számban betegednek meg az emberek, mint az ország más területein, ahol nem jelezték ezt a többletet. Ennek mi az oka egyébként, hogy itt több a beteg? Budapest és Pest megye mindig is az elsők között volt az influenza járványok tekintetében, hiszen itt jóval nagyobb a népsűrűség, nagyobb a mozgás, jövés-menés, az emberek többet találkoznak egymással, itt vannak a nagyobb közösségek, iskolák, óvodák, egyéb közösségi programok, amiken szívesen részt vesznek az emberek, és ez már eleve feltételezi azt, hogy a influenza vírus könnyebben tud terjedni. Ugye mindig a megelőzés a legfontosabb, ezt mindig hangsúlyozzák. Érdemes még kérni a védőoltást? Azt mondják, hogy ez a megelőzés leghatékonyabb módja. Érdemes kérni, vagy már nem? Hát mi szakemberek mindig azt mondjuk, hogy érdemes, az utolsó pillanatig is érdemes kérni, nem csak e szezonra gondolva, hanem miután a védőoltás az hosszabb időre szól, és esetleg a következő szezonra is átnyúlhat a védelem, ezért mindenképpen ajánljuk. Másrészt minél gyakrabban megkapja valaki a védőoltást, annál nagyobb védettséget szerez a vírus ellen. Mikor nem tanácsos kérni? Amikor már beteg. Tehát, hogyha valaki már beteg, főleg, hogyha lázas, bármilyen okból kifolyólag lázas állapotban van, akkor egyáltalán ne kérje a védőoltást. És hát vannak olyan esetek, amikor azt mondjuk, hogy nagyobb a kockázata az oltásnak, mint annak, hogyha nem kapja meg. Melyik ezek az esetek? Például a fél éven aluli gyermekeket egyáltalán nem oltjuk, tehát őnekik még annyira gyenge az immunrendszerük, hogy sokkal többet érnek a szülők azzal egyrészt, hogyha természetes módon kapja meg a védettséget, például az anya által a szoptatással. Ez különösen ajánlott az influenza szezonban. Illetve a környezete megkapja a védőoltást, akkor nincs, akitől megkapja a betegséget. Hogyha valaki nem lázas, viszont picit náthás, akkor megkérheti a védőoltást? Akkor megkérheti. Kik kérhetik, kik igényelhetik ezt térítésmentesen egyébként? Megvan ennek pontosan a szabályozott rendszere. Minden évben ugyanazok a csoportok kapják meg. Elsősorban azokra gondolnak a jogalkotók, mikor ezt megtervezik, akik szeretnénk a súlyos szövődményeket elkerülni, tehát eleve a betegeknél, a krónikus betegeknél, különösen azoknál, akiknek a légúti betegség a döntő, de ugyanígy még a szívérrendszeri betegeknél, a diabéteses betegeknél, a máj és vese betegeknél, a daganatos betegeknél, akiknek az immunrendszerük gyenge, tehát a természetes immunitásukat meg kell támogatni, vagy sorolhatnám a várandós nőket, akik nem betegek ugyan, de fokozottan érzékenyek lehetnek, és veszélyeztetnek két életet azzal, hogyha megbetegednek. És ezek alapján, hogyha valaki tervezi a kisbabát az influenza szezonban, hogy akkor szeretne teherbe esni, akkor nekik is ajánlják a védőoltást, illetve térítésmentesen megkapják. Ugyanakkor a 65 éven fölül lakosságot is védjük. Őnáluk teljesen mindegy, hogy milyen állapotban vannak, tehát egészségesek is kérhetik a térítésmentes oltást. Javasolt az egészségügyi dolgozóknak, különösen azoknak, akik érzékeny betegekkel foglalkoznak, itt gondolok az újszülöttekre, a ápolásgondozást igénylő fekvőbetegekre, akiket ápolnak, tehát mind az ápoltakra, mind pedig a
orvosokra, egészségügyi dolgozókra, mondom még a védőnőket is, akik gyakran találkoznak a kismamákkal, illetve kisgyermekekkel, az ő védelmük is nagyon fontos, hogy ők se legyenek egy fertőző forrás a pacienség számára. Hogyan lehet ezt igényelni egyébként, és mennyiben változott a szabályozás az elmúlt évhez képest? Ha jól tudom, akkor bővült azoknak a köre, akik ingyenesen kérhetik a védőoltást. Így van, annyiban bővült, hogy eddigi években 60 éven felül, 65 éven felülieknek volt biztosítva, most pedig 5 évvel lejjebb szállt ez a határ, és már a 60 évesek is kérhetik. A más kör különösebb bővüléséről most nem tudnék mondani. És akkor a házi orvosnál kell igényelni? A házi orvosnál kell igényelni, tehát a házi orvosok minden évben leadják a kerületi népegészségügyi intézeteknek az igényüket. Ők tudják, hogy milyen krónikus betegeik vannak, ezeket számszerűsítik, és annak alapján kérik tőlünk az oltóanyagot, mi pedig természetesen rendelkezésükre állunk ezzel. Ugye különbséget teszünk influenza és influenza-szerű megbetegedések között. Mikor érdemes orvoshoz fordulni? Tehát az influenza-szerű megbetegedéseket nehéz elkülöníteni az influenzától, különösen azért, mert a laboratóriumi vizsgálat, ami egyértelműen igazolja, hogy ez most influenza vírus okozta-e, vagy egyéb vírus, vagy esetleg baktérium is okozhatta, máshol ne is beszéljünk. Ennek ellenére úgy kezeljük az összes felső légúti betegséget, amit a náthától nem tud a kollega elkülöníteni, hogy influenza-szerű megbetegedés, és ezeket jelentjük. Tehát mikor érdemes orvoshoz fordulni, mely tünetekkel? Nyilván egy kis náthánál még nem feltétlenül. Náthánál nem feltétlenül, mert a nátha az a legtöbb esetben nem jár lázzal, illetve nem jár lázzal. A lázas állapotot, hogyha 2-3 nap után nem tudjuk csökkenteni, akkor mindenképpen javasolt az orvoshoz fordulás, illetve még abban az esetben, hogyha valaki egyébként is krónikus beteg, és belázasodik, ő mindenképp forduljon orvoshoz. Tehát itt különbséget teszünk a között, hogy egy általában egészséges ember betegszik meg, vagy pedig olyan beteg, aki egyébként is rendszeresen jár orvoshoz valamilyen betegsége folytán. Tehát ő ne halogassa. Az oltáson kívül még mi mindent tehetünk a betegség megelőzése érdekében? Gyakrabban fertőtlenítsünk otthon, vagy mit lehet ilyenkor tenni? Hát az általános higién és rendszabályokra figyeljünk oda fokozottabban, elsősorban a kézmosásra, főleg, hogyha valaki a családban köhög, tüsszög, zsebkendőt használ, akkor ne felejtsük el, hogy ezek után gyakrabban mosson kezet folyóvízzel, meleg szappannal. Másrészt a szellőztetésre figyeljünk oda, hogyha hurutos valaki, tényleg a levegőben ugye cseppfertőzéssel terjed a vírus. A légáramlás az nagyon fontos, hogy felfrissítse a levegőt, hogy kicserélődjön, hogy ne tudjanak szaporodni a kórokozók a levegőben a porhoz hozzátapadva. Tehát a tisztaság szintén a felületek, a karbantartása, tehát a lakásban a szokásos takarítási procedúrán kívül. Én nem mondanám, hogy most ezt túl kell fokozni, de hát az mindenképpen legyen meg, ami egészséges környezetünket. Az immunrendszert hogyan lehet erősíteni? Igen, ilyenkor már legyengül az immunrendszerünk, hiszen már rég volt nyár, amikor még a gyümölcsök, zöldségek frissen rendelkezésünkre álltak, és hát manapság azt is tudjuk, hogy egyre kevesebb a vitamin tartalma ezeknek a zöldségek, gyümölcsöknek. Én nagyon javaslom a C-vitamint minden formában, ahogy hozzájutunk, természetes és patikai formában is, mert a C-vitamin az már sok éve bizonyította a hatásosságát. Tehát akkor a C-vitamin minden formája hatásos. C-vitamin, igen. Amikor betegek vagyunk, akkor lehet többet, egyébként pedig megelőzésként is használjuk, de a betegség esetén meg pláne, tehát akkor ne. Különösen azok, akik dohányosok, dohányosoknak szinte dupla adagot kellene C-vitaminból
magukhoz venni. Hát úgy mondjuk ezeket, hogy a specifikus megelőzési módszerek, amikor a védekezés kiterjed arra, hogy figyelünk az életmódunkra, táplálkozásunkra, elegendő folyadékot fogyasztunk, eleget pihenünk, ha stresszes az életmódunk, akkor különösen figyelünk arra, hogy a pihenés és az aktivitás aránya normális legyen. Megfelelő öltözködés, ez jelenti a réteges öltözködést. Sapka, sál, kesztyű, de ne is legyünk túlöltözve, tehát hogy megfelelő mindig az időjárásnak, ami öltözetünk. Akkor lehetne még sorolni. Azt gondolom, főleg ez a réteges öltözködés a gyerekek szempontjából sem mellékes, hiszen róluk pedig a szülők gondoskodnak. Ön szerint mennyivel emelkedhet a megbetegedések száma a következő hetekben? Ez nagyon nehéz megmondani. Most pillanatnyilag nem tudom az átoltottságot, hogy hol tartunk, mert ebben az időszakban, amikor beindul a járvány, akkor szokott nagy részt a lakosság kapcsolni. És azok, akik még eddig nem oltották magukat, ilyenkor, főleg, hogyha valaki rossz hírt hallanak, akkor pánikszerűen kérik az oltást. Most 1-2 hét kell ahhoz, hogy az oltóanyag kifejtse a hatását, és azt mondjuk, hogy akkor ő már kivédi a influenza megbetegedést nagy valószínűséggel. Emelkedhet, sőt biztos, hogy fog emelkedni, de hogy mennyivel, azt én most nem merném megjósolni. Arról van egyébként valamiféle számadatuk, hogy itt a 12. kerületben mekkora az átoltottság, hányan kérnek védőoltást évről évre, és hogy kik ők? Általában a idősebb lakosság aktív ebből a szempontból. Valószínűleg ők már meg is szokták, hogy rendszeresen kérik az influenza védőoltást, és lényegesen kevesebb is közöttük a megbetegedés. A mostani adatok szerint főleg a gyermekek és a fiatalok, a iskolások azok, akik megbetegednek, tehát különösen a gyermekházi orvosoknak okoz ez most nagyobb feladatot, ott nagyon sok a beteg. A felnőtteknél ez kevésbé jellemző, ott is inkább a fiatal felnőttek, talán adódhat ez abból is, hogy a fiatal felnőttek alapjában egészségesek, és ők nem gondolnak arra, hogy veszélynek vannak kitéve, pár nap, betegágy, és akkor rendben vannak, és nagy valószínűséggel nem is mindenki jut el orvoshoz. Pontosan azért, mert ahogy az elején is mondtam, hogy inkább azok jellemző, hogy elmennek orvoshoz, akik egyébként is betegek, valamilyen betegségük van, és még pluszban megkapták ezt a vírust. A rendelkezésre álló oltóanyag mekkora hányada fogy el egy évben? Hát nyilván 100%-a nem. 100%-a nem fogy el, ez így van, mert mindig tartalékolunk is, tehát soha nem lehet tudni, hogy évközben is fellángolhat bármikor, tehát volt már ilyen, hogy nyáron volt influenza járvány, és nem a téli szezonban. A hosszú évek gyakorlata azt mondja, hogy 70-80%-os felhasználás. Tehát mondjuk akkor mondhatjuk, hogy 10 emberből 7-8 beoltatja magát. Nem így mondanám, aki kéri, mert ez sajnos nagyon messze van a valóságtól, hogy 10-ből 7 kéri. Akkor hányan kérik, így kérdezni? Hát 25%. Tehát kette-hárman mondjuk. Igen, és az már jónak mondható? Hát jónak nem mondható, de körülbelül ennyi az arány. Sajnos nem. Hogyha 10-ből 7-en kérnék, akkor járvány nem is lenne. Tehát, mert olyan nagy, magas lenne az átoltottság, hogy nagyon kevés lenne az, aki potenciálisan átadhatja a fertőzést. Hát ez lenne az ideális, hogyha legalább a 60-65% kérné, az már jó lenne. Ezért hát propagáljuk, meg mondjuk, és a házi orvosok is nagyon rendesen mondják a betegeiknek, hogy itt az oltóanyag, és hogy akkor most kérjék, és szinte mindenkit beoltanak, de hát van egy réteg, aki
makacs, és, uh-huh. és azt gondolja, hogy őt soha nem éri baj. Meg hát sokszor azt is gondolják az emberek, hogy egyszer megkapták, és akkor ők már többet nem kapják meg. Na most ez egy tévhit, mert a vírus az elég nagy változatosságot mutat, nem is mindig ugyanaz a vírustörzs az, amelyik fertőz. És innentől fogva hiába volt ő egyszer influenzás, akár minden évben is megkaphatja. Hát bízom benne, hogy minél kevesebb beteg lesz majd a következő hetekben. Így köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Így legyen. Jó egészséget mindenkinek.